Alig több mint egy éve vezették be Magyarországon a több nyugat-európai országban már évek óta elérhető csiszolt tégla technológiát. A visszajelzésekből kitűnik, hogy az építkezők szívesen használják a magasabb lakóminőséget, komfortosabb otthont ígérő termékeket. De vajon miben különbözik ez a tégla a hagyományos vászkerámiától? A legfontosabb különbség a hagyományos technológiához képest, hogy ez a termék egy továbbfejlesztett termék a hagyományosokhoz képest. Magasabbra vannak gyártva a téglák, és utólagosan meg vannak csiszolva egy nagyon pontos, milliméter pontos csiszológép soron. Emiatt az agyagnak a saját tulajdonságaiból adódó egyenlőtlenségei, hogy hullámos a teteje, ez mivel a kiégetés után lesz megcsiszolva, ezek eltűnnek, és 10 mm pontossággal, plusz-minusz 3 mm pontossággal megcsiszolt termékről beszélünk, és ez teszi lehetővé azt, hogy nem a hagyományos megszokott egy másfél centis habarcsba kelljen falazni a terméket, hanem egy egészen vékony 1 mm réteg vastagságú ragasztóról. Beszélünk egy vékony ragasztóról, és ezzel lehet összeépíteni a terméket. A csiszolt téglatechnológia beépítése nem hagyományos kőműves munka. Használata szinte burkoló munkapontosságot kíván, ezért kizárólag kiképzett és ellenőrzött minőségben dolgozó kivitelezők alkalmazhatják. A felkészült profi kivitelezők speciális szerszámokkal dolgoznak. Többek között ez az egyik oka, hogy a termékcsaláddal házilagos módon nem kivitelezhető családi ház. Éppen ez az oka, hogy a gyártó cég tanfolyam elvégzéséhez köti a technológia használatát. Az idei esztendőben azonban már nem csak a gyakorlati szakemberek és építészek, de a szakoktatók és a középiskolai diákok is megismerkedhetnek az újdonsággal, elsajátíthatják a kivitelezés fogásait. Erre azért van szükség, mert szeretnénk, hogyha egy új termék, ami egy precíz termék, jóval precízebb termék, mint a hagyományos termékek, ne rossz minőségben kerüljön kivitelezésre. Tehát nekünk is vannak gyakorlataink régi termékeknél, hogy amikor egy termékváltás van, új technológiák bevezetésre kerülnek, akkor nem minden terjed el azonnal, és kialakulnak sajnos rossz szokások az alkalmazás technikában, és ezt most szeretnénk elkerülni, megelőzvén tartjuk ezeket az oktatásokat, amit értelemszerűen teljesen ingyenesen tartunk, mert a lényeg az egésznek a megismerése, tehát hogy jó minőségben építsenek belőle a kivitelezők. A szokásos módon elméleti és gyakorlati részből álló oktatásokon jelentős részben olyan kivitelező cégek vezetői, tulajdonosai, kőműves munkatársai, szakemberei vesznek részt, akik a jövőben a csiszolt téglatechnológia felhasználásával tervezik megrendelőik házát megépíteni. Azon kivitelezők, akik már használják a rendszert, nagyon kedvező tapasztalatokról számolnak be. Gyakorlati tapasztalat, hogy nem kerül többe egy profi ház, egy hagyományos téglaháznál kivitelezés szempontjából, viszont jelentős megtakarításokat is lehet vele elérni. A téglát gyakorlatilag 10 mm pontosan csiszolják, a tégla magasságát, így sokkal vékonyabb falazó habarcs szükséges a kivitelezésnél. Gyakorlatilag 1 mm-es ragasztó habarcsba rakjuk a téglát, így egy teljesen homogén felületet kapunk, ami a épület, illetve a hőszigetelését jelentősen javítja, nincsen meg a habarcsnak a hőhídja. Gyakorlatilag egy rendkívül magas nyomószilárdságot képvisel, nagyon pontosan lehet vele építkezni, milliméter pontosan. Gyorsan lehet vele építkezni, kivéve az alapsort, amit viszont nagyon pontosan kell lerakni. Annyira pontosan, hogy elkészítéséhez lézeres szintező használatára van szükség. Az alap elkészítése után azonban már nincs szükség soronkénti mérésre, csak rakni kell az elemeket. A technológiát körülvevő szolgáltatások érdekessége, hogy a gyártó cég munkatársai a falazás folyamatát ellenőrzik, illetve akár helyszíni műszaki szaktanácsadással állnak a kivitelezők rendelkezésére. További különlegesség, hogy a speciális habarcs a téglához automatikusan jár. Árát a tégla tartalmazza, és kiszállítása egy fuvarral, a gyárból egyenesen az építkezés helyszínére történik.